európai botránnyá dagadhat az, hogy az olasz polgármesterek számára megtiltották, hogy regisztrálják az azonos nemű párok külföldön bejegyzett anyakönyvi kivonatát. Emiatt több külföldről érkező szivárvány család azzal szembesül, hogy a szülői jogaikat nem ismerik el Olaszországban. Milánó polgármestere Brüsszelben lobbizott az ügyben, ami az Európai Parlament plenáris ülésének napirendjére is felkerült. Mi and some other Italian mayor are making this battle because több olasz polgármestertársammal együtt azért küzdünk, hogy regisztrálhassuk ezeket a gyermekeket. Ismerjük a törvényt, ugyanakkor az is tény, hogy az Emberi Jogok Európai Bírósága világosan kimondja azt, hogy a gyermekek jogai elsőbséget élveznek. Az olasz törvények azonban ezt figyelmen kívül hagyják, mondta Milánó polgármestere Beppe Sala. Az olasz törvények tiltják azt, hogy a homoszexuális párok megtermékenyítési technológiákat vegyenek igénybe, emiatt egynemű pároknak hivatalosan nem is lehet gyermeke. A jogszabály ellenére több polgármester is bejegyezte az ilyen születési anyakönyvi kivonatokat, ha azokat külföldről érkezők nyújtották be. A belügyminiszter azonban rendeletben tiltotta meg ezt. Az olasz kormánypárt EP képviselői szerint ez mindössze a jogszabály helyes értelmezése. A biológiai szülőn kívül a második szülőt nem lehet elismerni, hiszen ez ellentmond az olasz törvényeknek. Ez nem Giorgia Meloni vagy a kormány miatt van így, hanem a bíróság döntése miatt. A belügyminiszter pedig mindössze a jogszabály betartását rendelte el, ez nem korlátozza a meleg jogokat és nem támadja a gyermekek jogait sem. A gyermekek jogai változatlanok, a biológiai szülőt továbbra is elismerik, mondta az olasz kormánypárt EP képviselője Carlo Fidanza. Gli stessi identici diritti. I bambini hanno sempre la possibilità di essere riconosciuti dal loro genitore biologico. Az azonos nemű párok előtt továbbra is nyitva áll az örökbefogadás lehetősége. Ez azonban drága és hosszú folyamat. Az ilyen esetek kivédése érdekében tavaly az Európai Bizottság javaslatot tett a szülői jogokra vonatkozó direktívára, az új szabályok elfogadásáig azonban még sok időre lesz szükség.